Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk ma tovább a draft sorozatunkat, hiszen ezen a hétvégén, bár ti ezt már jóval később látjátok, még lehet TOTS játékosokat is nyitni, számos más egyéb speciális kártyán kívül. És amint látjátok, most igazán megéri a draft megint, hiszen alig draftoltunk 2-3-at, és már 172 ezer coinnál járunk, tehát nem is tudom hányszorosa, 10-szerese már gyakorlatilag visszajött majdnem, vagy 8-szorosa, 7-szerese, tök mindegy. Egy draftnak, vagy ennek a három draftnak, és még egy rengeteg eladnivaló játékosunk van, ugyanis mindenki rakosgatja bele a gold upgrade-be a gold játékosokat, így aztán nagyon le van fogyva a piac, tehát mehetnek el drágábban a játékosok. Tényleg le van fogyva a piac, hiába van itt 656 ezer cucc, ennek szerintem nagy része, tehát 400 ezer, vagy nem tudom mennyi, teljesen hasznontalan értéktelen bronzjátékos, különböző cucc, vagy ezüstjátékos, tehát alig van aranyjátékos a piacon. Ezt Alex is alátámaszthatja, hiszen ő trédelget most itt, és ő is azt mondja, hogy nagyon kevés. Van olyan játékos, amiből egy oldalnyi van csak, úgyhogy nyomjuk tovább az online draft sorozatunkat, legalább a 200. draft is meg lesz idén. Tavaly csak 100 sikerült, annyi ment fel a csatornára, de tavaly ugye csak márciusban kezdtük el a YouTube-ozást, úgyhogy most én fogok csinálni egy draftot. Befizetem a 15 000 coin-t, és akkor nézem, milyen felállások vannak, hát az összes felállásért akár szar. Úgy látom, Alexnek megmondom, melyik fog feküdni leginkább. Szerintem neki ez lesz az, amelyik jó lesz. De megmutatom neki ezt is, hogy vagy legyen inkább ez. Most vártam. Nekem ez az a megérzés, hogy ez lesz a jó. Kicsit komolyabb a középpályája ennek, és ugyanúgy van két csatár elő, tehát te indulunk. Istenem. Ja, elég szarok a kapitányok, tehát az első pick elég fos, nincs benne speciális játékos. Nem is tudom, melyik irány Alex, PL vagy La Liga? Hát nem tudom, mind a kettőben lehetne. Elindulunk egy messzi irányba, hátra dobba jobb, ha az eredet, és akkor visszamegyünk a PR-re. Hát igen, vissza fogunk menni a PR-re, mert ezt a ként mindenképpen ki fogom választani. Már a játékban nézzünk egy tartalékost. Nincs speciális, de mindegy fos. Ugye Bundesliga, Liga 1, van még egy az osztrák ligából is, meg egy angol másodosztályú, hát ez nagyon gyenge leosztás idáig. 194, és másodszorra bedobja az ezüst játékosokat, most nem is tudom erre mit reagáljak, srácok. Nagyon gyenge, aztunk egy rohadt jó középső védőt, most ott kell dobnia. Ott is egy Azpilicueta, illetve egy Godin, ezek közül lehet választani. Én azt mondom, hogy válasszuk ki ezt az Azpilicueta, akár spanyol csapatba, akár PL csapatba. Ki a következő? Ez nagyon-nagyon fos megint ez a pick. Innen egyértelmű, hogy az új Szokratis, ugye, aki átment az Arzenába a Borussia Dortmundból. Nézzük meg akkor a harmadik védőt. Tehát még talán az előzőnél is trágyább. Ugye most kiválaszthatnánk az Umtitit, illetve a Rüdigert is. Az a kérdés, hogy melyik irányba akarunk elmenni. Legyen. Gyakorlatilag az Umtiti meg a Rüdigernek a def, fizika és a gyorsaság, tehát a pace statjai gajra megegyeznek, ugye? Ez egy elég, kicsit elég vicces. Én azt mondom, hogy legyen legyen Rüdiger, aztán elmegyünk tényleg PL irányba. Nagyon istentelen szarpikeket dobál, atyaég. És akkor most mi? Dybala vagy Griezmann? Kiválasztom a Dybalát. Nulla kemis draft, ez a nulla kemis draft lesz. Eriksen, illetve nem is tudom melyik a jobb, Eriksen vagy Son. Legyen az Eriksen. Dobjon egy jó kapust, egy Premier Ligást, nem dob vagy dob? Nem dob. Legyen a test, igen. Gyötrelmesen fos ideig a draft. Egy jó Pogbinho. Legyen egy jó Pogbinho. Dembélé semmiképp, Gündogan semmiképp, Kroos, Isco, nem, legyen a Pogba. 95-es fizika, lol.
Ne, most a cserékbe jobban majd. Igen, ezt elkiabáltam. Mi ez a szar megint? Te most mindenkit válasszak. Ez egy hulladék. Nem dobott értelmes kapust a játék, érted? És nézd meg, hallod, nincs benne speciális játékos, érted? Csak ezek a fosok. És ebből kit választak? Ebből egy ilyen 190-es draft se lesz, mert a Kemiszi az ilyen 70 lesz. Itt ez egy új, ugye transfer játékos, új Juventusos. Hát nem tudom, srácok, innen kit választunk egy ilyen Savicsot. És jobb ötletem nincs. Na. Akkor mindenképpen egy ilyen Hazardot fogunk beválasztani. És akkor meg fogjuk igen. Hát lehet, hogy beteszem ide a Savicsot, és akkor... Nem mondom, hogy alakul, mert nem alakul, de egy fokkal jobb. A védelem az gyötrelmesen fos. És nem is kapunk normális védőt. Nem is tudom ide, hát Alonsót semmiképp sem válasszuk be, egy Pedrót vagy egy Aurielt. Alex, te döntesz. Én most a Pedrót választom. Tudom, nagyon tré lesz, ne is, te jött, amiben csak egy van, tudod, de amúgy egy kalapszor az egész. Atya jég. La Liga Santander, Calcio, de srácok, ez mi? Te szokott dobni? Ez egy trágya idáig. Bedob egy jó Marcelot, akit nem tudunk beépíteni, tudod? Hát ezért kiválasztom, most a másik kettővel se lennék előrébb. Talán a Hummels előrébb lennék, nem? Á, mindegy, nem érdekel. Szuper, szuper. Ezt visszarakom oda a helyére. És akkor így már majdnem van egy kis chemistry. Ez most már azért jönne van. Hosszon. Mehet ide. Ja, tudom, megcseréljük így. És akkor azt mondja, hogy az Aspilicuétát a Szokratésszal is megcseréljük. És akkor így hiperlinkek vannak. Hát mindig nagyon jó kapus egyébként szerintem. Hát meg egy kam, de majd feltesszük a Messit. Ez mi? Mi ez a trágya? Lé. Hát... Premier Ligás... CB... Viszont ezzel jobb lenne a chemistry. Nem? Akkor kit választ? Ezt a szar Andersont. Be is rak. Magában német a némettel. Alakul, majd lecseréled, akire akarod. Beteszed oda Marcel. Na, egy normális középpályás kéne még, srácok. Ott a Gündogan, az meg is felel. Igen, hát Gündogan le fog majd jönni ide. Nem, így lesz, és akkor oda föntre beteszik a Dybalát. Ide bejön a Messi. Ide meg mondjuk, akkor három cserével fogunk nyomulni, mert ez alapban ez a draft egy kalapszar. Az utolsó előtti picket. Azt mondja Mbappé, Sterling, Jovinko, Salah. Nézem, de jó. Szerintem senki. Mégis tök nyolc az egész, nem? Ez úgy szar, ahogy van. Akkor lejön Mbappé a rating miatt. Ez egy jó fos lesz. De ott van egy Dávid Szilvia. Biztos, hogy ő jön, és akkor maximum a Dybala majd. Akkor bejön valakiért mondjuk a... Hogyha... De akkor ezt ide rakom, és akkor Gündogan fölmegy. És akkor ez így jó lesz szerintem. Rakom a Szokratiszt, hol? Mindjárt meglátjuk. Aha. De nem az a baj, hanem hogy hányas onnan van játékosok, tudod. Mert így legalább csak kapus van hetesen, a védők tízesen vannak. Na mindegy, nézek egy ilyen franco edzőt. Van La Ligás, meg valami Retek Ligás. Hát jó van, srácok, én csak ezt tudom kiválasztani. Egy, kettő, három, négy, hát.
Ez kettő, ez nagyon gyenge. Jó, hát akkor ez marad. És egy ilyen fantasztikus 190-es draftot sikerült összehozni. Alex azt mondja, hogy sorba se raktam, úgyhogy most sorba fogom rakni, hogy örüljön. Úgyhogy Dybala jó lesz szuper szubnak. Marcelo, nem tudom, hogy olyan kell egy védőtáló. Hagyjuk. Na, 191, good. Még a végén jobb lesz. Van itt 8. Végül 191-es draft. Ami már nem is olyan szar. Mint a kétszer ilyen szar lenne. Na hát, akkor most megnézzük, hogyha kicsélem ezt a szerencsétlent itt. Akkor nem. Chemistry. Alex úgy játszol, ahogy akarsz, játszhatsz így is, és akkor behozzuk ezt. Vagy játszhatsz ezzel a Schindlerrel is. Azt mondja Alex, hogy akkor itt csak egyet kell cserélni, ugye a Messi-t, hogyha úgy alakul, mindenképpen behozzuk a Pedro helyére, mert az egy fors. Illetve a Dybala mindenképpen be fog jönni, mert az sokkal jobb kártya, főleg azon a poszton, a kamposzton. És akkor marad egyetlen egy csere lehetőségünk, még hogyha esetleg kiállítanak egy védőt, vagy olyan egy Savic, vagy Marcelo. És akkor ez... Szerintem itt ez nagyon jó. Igaz, hogy elef a Hazard, de meg jó szar kemisztrie, de ez két brutál csatár, középpályán tényleg nem egy rossz Son, hát azt szerintem azt alig vált, hogy kipróbáld a Sont. Ide bejön a Messi. A védelem az így nem lett olyan rossz végül is, szerintem. Ugye, ha dobott volna normális kapust, annak jobban örültünk volna, de csak szarkapus dobott, úgyhogy srácok, itt fogok vágni egyet, és akkor jövünk a döntővel. Na srácok, ez gyorsan ment, itt is vagyunk már a döntőben, ezzel a Fox csapattal is. Elég könnyen eljutott Alex idáig. Hát nézzük meg a mérkőzéseket. Elég vicces meccsek voltak. Volt egy 14-1. Egy 4-1, meg egy 4-0. Valamelyik magyar volt, ugye? Valami... Buda fucking Pest. Valami, ja igen, Buda fucking Pest. Egy lövése volt, az 4 lett. Egy lövése volt, és 4-1 lett. Ez a 4-0 azt hiszem kiglitchelt. Bár ebben sem vagyok de, biztos. De, hallom, de az és ki volt ez a horvát? Nem tudom, volt valami horvát is. Lengyel. Lengyel volt? Ez. És ki volt az, aki lőtt két öngolt és kilépett, az még az előző draft? Ja, oké, akkor már vissza-vissza keverem itt a meccseket, úgyhogy nézzünk most is inkább gyorsan egy döntős ellenfelt, aztán nyissunk valami jó kis pakvariációt. Lássuk az ellenfél csapat egész, Franco 193-as ratinget rakott össze, Maradona, Cavani, Messi is van neki. Nagyon Franco, a védelem is brutál, a védelem nagyon jó, a középpályás. Ez egy nagyon jó draft, srácok, ráadásul ugye az a felállás, ami elég OP, a 4-1-2-1-2-2-es Nyílhegy változata, úgyhogy ez ellen most meg fogunk szerintem szenvedni. Zibna Vodka FC. Nem tudom, ez milyen nemzetiségű lehet ez a srác, de a vodkát biztos szereti. Alex is egyébként nagy alkoholizáló. De hogy is. Úgyhogy tőle se állt távol a vodka. Vagyis... nem állt távol, ki tudja. Na nézzük. Son. Nem sikerült bepasszolni, de középre ként kerestük a labdával, de... Nem volt jó a passz, és ott indul valaki, Fernandinho indul, ugye Toccos, kapja ott egy Cavani, vissza Maradonának Cavani. És ez egy nagyon rossz támadás volt. Na nézzük a kirúgást. Nagyon rossz volt. Most rögtön támadhat belőle az ellenfél, Cavani ugye Messinél ott maradt. Most a Maradona és Messi is ott van. Hatalmas kapufa, és a fejes, amit... másodszor a kapura próbált tenni, ez már nem volt olyan jó, de eladjuk. És testégennek kell egy rohadt nagyot kivédenie, ez a csávó ki akar glitchelni szerintem az első gól után. De hát annyira támad, hogy... hát aki, nem mindenki megy neki az ellenfélnek, csak hogyha nagyon gyorsan gólt akar szerezni, mindig gyorsabban túl akar lenni a drafton. Egy csavarás 1-0. Egy olyan gyors kontra volt. Egy pillanatra nem tudtam, mit akarsz, hát akkor passzolnod a középre ugye a
Kénnek, vagy becsavar, de hát ezt onnan be kell csavarni, gyerekek, ennyi. Szép volt. Nagyszerű, nagyszerű támadás végén. Igen, ott megkapja Son, és ugye ott bentben Kén. És azt hittem, hogy bevallod neked, és akkor mondjuk vele próbáld meg bepasszírozni, vagy a kapus mellett rabdát, de végül is nem, mert ez sokkal jobb volt, hogy a Sonnal rögtön rácsavartad. Úgyhogy 1-0. Oda vissza fog passzolgatni, igen. Most visszaadja? Nem, egy rekláján ráadni onnan. Talán, hogyha visszaadta volna, jobb lett volna, de... Így egy szöglettel jön, ami azért veszélyes lehet még. Kanté bepasszolja, ez most már itt tényleg veszélyes is, de jött Szokratis. És mehet a... micsoda kontra mehet ebből. Rögtön. Hazard. Kifelé kell mennünk, mert jött a védő. Lefutjuk a védőt. 2-0, gyönyörű kontra. Egy újabb gyönyörű kontra. Hazard fejezi be az akciót góllal, az ellenfél jött ugye szöglettel, és gyakorlatilag 2-3 passz. Hazard elmegy, bevetődik ott egy védő, a kapus is elvetődik, de hát esélytelenek. 2-0. Itt a labdát szerzünk. Kane, kiteszi, Son. És már Hazard, ott indult bent valaki, Kane, igen. Hazard. Ő indult volna be, de Kane inkább rálövi. Nézzük, hogy mi, milyenek vagyunk szögletből. Kane ott pörög, forog, beteszi ott a harmadik Son, 3-0. Ez nagyon gyors draft döntő, aggat, nem? Nem akar kilépni? Lehet nem tud kilépni a srác. A gól szerző a toccos Son, és most megfagy a játék. Nem tud kilépni. Nagyon próbálkozik, hogy kiglitseljen, de nem megy neki sajnos. Nézzük vissza addig a gólt. Beforgott mindenkit, ott van üresen Son, onnan már gyerekjáték volt. Úgyhogy 0. Igen, Cavani-tól megszerezzük a labdát, és akkor most megint be... De ez most csak sima ilyen akadásos, lagolós izé volt, megakadás, úgyhogy Hazard megint meghúzza, visszahúzza. Szerintem most meg akartad tolni. Ja. Pogba egy labdaszerzés. Ez is nagyon jó, vissza kell adni, hát ez full goal helyzet, 4-0. Gyönyörű volt, gyönyörű, 2-3 flick-flack. 4-0. Ennyi, srácok, 2-3 gyors passz, kiháromszögeltük, Alex kiháromszögelte igazából, akkor közöm nem volt hozzá. Aha, mindig vissza akar, mi? Alexnak kiismert ezt az ellenfelt. Ez most lehet, hogy veszélyes lesz. Beadja. Nagyon, hát ez egy elkeseredett lövés, tehát kellett valamit csinálni, valamit cselt, vagy bármit, és akkor talán jó lett volna. Azonban Hazard mehet, jó, becsúszol sajnos. Messi, szereljük, de ugye csak Kanté pattant a labda. Maradona. Hát mindig ugyanazt csinálja, azt mondja Alex. És nagyon könnyű levédekezni a támadásait. Vissza fogja adni, igen, megint. Szerencsére nincs igazán beállva védekezés, ne lenni így. Aha, hopp, ez bizony egy sárga lap lesz. Vagy semmi. Nézzük a szabadrugást. Szokratis. Kis passz. Bepasszolja Gündogan. Hazard. Ugyanígy be se jöttek a jó kis cseréink, Messi meg a többiek. Csavarás, Joris ezt megfogja. 30. percbe járunk, most már 32-ben igazából. Nem tudom, talán leállt, hogy nem játszik. Igen, már nem játszik. Ott áldogál, most elindul egy... másik irányba kellett volna húzni, lefelé kellett volna húzni, akkor jó. Joris csak öklözni tud. Elkezdett játszani, vissza fogja adni, igen, ad vissza. Ezt beszoptuk.
És akkor lő egy gól, de legalább itt az idő, hogy cserélhessünk. És akkor a szerencsétlen Pedro az lejön. Bejön a helyére Messi, és ugye Gündogan is le fog jönni, és behozzuk a tubunkat, ugye Dybalát, oda Kamba. Azt mondja, Alex nagyon átszott a Dybala kártya. Draftba lőtt már egy rakás gólt ebbe a draftba. És mehet is tovább a mérkőzés. Itt az előző Messi, akkor besegít, pattanhatna kifelé is, de befelé pattant. Végignézi, úgyhogy mi is végig fogjuk nézni a gólokat, innentől kezdve háromszor. Vissza lehet nézni háromszor? Na, 4-1, F. Zimna Vodka. De nagy passzod előre be, Kane. Dybala, most állt be ugye, friss ember, Hazard, ott marad, ez gól, 5-1. És most akkor végignézzük mi is, az ünneplést is, meg a gólt is. Oda patta a Hazard elé, vagy oda kerül szerencsésen, és akkor kilövi, igazából ez a rövid sarok szerintem. 5-1 az első félidő. Ez már ez tetemes előny egyébként. Rögtön egy labdaszerzés, Hazard, meglódul, hát nem lehet utolérni ezt a fickó, csak így szabálytalanul. Ez szerintem piros lap nálam is, Alex is azt mondja, nála is piros lap. És nem kap semmit, ugye, kicsi N'Golo Kanté. Kap valamit? Sárga lapot csak. Nem akarják, úgy néz ki, lehetetlen helyzetbe hozni. Az ellenfelet a bírók, ugye 5-1-es vezetést nem ér kiállítással tetézni a dolgokat. Igen, a Matuidi, emlékszem, hogy 15-ben volt egy ilyen, hogy onnan beletett, hogy a kapus mindig benézte mi. Volt egy ilyen glitch, hogy ha onnan rálőtted így emelve, akkor mindig beszopta. Na, ki akar glitchelni ellenfelünk, avagy ki akar glitchelni, de nem tud, mert csak megszakadt a játék. Igen, nincs valami nagyon beállva védekezni, gyakorlatilag szerintem támadóban van. Mert két védője van. Messi Cavanival játszik össze, de visszaér Son. Azpilicueta kiteszi. Messi. Passzolgassunk kicsit hátul, itt hátul a félidő végén, hagyj idegeskedjen. Hát a kilép a félidőbe. 3 perc a hosszabbítás. Azt mondja Alex, hogy most megbünteti. Ez alatt mit ér, de... Kicsit visszafelé jött a labda. Dybalának hátra kellett lépni, hogy el tudja érni, úgyhogy nem lehetett rendesen kapura tenni már. Belpassz. És nem tudjuk tartani a labdát. És majdnem eladja, de aztán végül mégis, hogy már az 5-1-es félidő, bünti most nem volt. Jobb a statisztika is, és akkor ellenfelünk fel is adta. Ezt mondtam, hát a kilép félidőbe, tök jó. Gyors draft döntő, könnyű draft döntő. Jöhetne 81-nél jobb kártya, azt mondja Alex. Ja, ezzel a csapattal is meg lett nyerve a draft. 14-1-4-1-4-0-5-1, jó sok gól volt mindegyik meccsen. Lássuk mit dob, szerintem a legfosabbat fogja. Megint 50k-s pak és egy gold pak. Hát, ebben nem fog semmi jönni, srácok, én úgy érzem. Ez a gold players pak, mert ez a rare players pak, ez nem nagyon szokta dobni a játékosokat az 50k-s. Legalábbis nekünk nem nagyon szoktak jönni a jó cuccok belőle. Én szerintem most se fog semmi jönni. Úgyhogy meglátjuk egy pak. 12 játékos, 12 rare, 12 gold. Hát ha jön belőle valami jó játék. Legalább egy board. Egy boardnak már örülnénk, azt mondja Alex, de még board sincs. Nem hiszem el, hogy nincs az 50k-s pakba board, srácok. Tehát nincs egy 83-as játékos 50k-s pakba. Egy ilyen fos 81-es a legnagyobb benne. Van benne 6 darab 80-as, és a többi az mind 80 alatti kártya. Ez egy 50k-s pak volt, srácok. Jól van, hát akkor megpróbáljuk még egyszer a draftot, tehát nem hagyjuk ennyibe. Amíg nem jön még egy tot, addig nyomjuk legalább. Úgyhogy ennyi lett volna a draft sorozat következő része. Ha tetszett, jó rövid volt a meccs, hál' Isten, csapat volt a legjobb, hiszen én csináltam, nem Alex. Én pedig nem is tudom, nagyon rég nem csináltam a jó draftot. Egyszer csináltam, emlékszel, egy olyan brutál draftot, még amikor nem voltak tockártyák. Úgyhogy
folytatjuk tovább a draftot, hiszen még TOC hétvége van, jöhetnek a TOC játékosok. Szavaztok!